Sziasztok, kedves barátaim! Találtok ki, hol vagyok. Igazatok van, Hősök tere, Budapest. És nem véletlenül ittünk, mert nem sokára, július 9-én lesz híres, mindenkinek a kedvence, Szekér Fesztivál. Gondolom, sokan már részt vettetek, de aki nem vette részt, mindenféleképpen vegyitek részt, mert ez évente egyszer történik. Nagyon zenés, nagyon vidám, nagyon színes fesztivál, amely kezdődik egészen Vörösmarty tértől. Mikor és hánykor? Ez a feladat nektek, mert a leírásban fogtok látni, és a képernyő alján is látjátok, pontosan hánykor, még egyszer hányadikán, ami július 9-én, és Vörösmarty tértől onnan indulunk. Egész Andrássy úton megyünk végig, táncoljunk, énekeljünk, és szekeren lesz Krishna, Isten. És aki szeretne köztetek karmától megtisztulni, nem csak vidám lenni és énekelni és táncolni, hanem egy kicsit javítani a sorson, vagy sokat javítani a sorson, akkor fogtok látni, hogy nincsenek lovak, hanem a vendégek és a hívők húzzák nagy kötelekkel a szekeret. És aki az Istennek a szekerét legalább egy méter húzza, nagyon sok karmától meg fog tisztulni. Vannak azok, akik senkinek nem adnak át, hanem elejétől végig húznak. Van, akik kicsit táncolnak, kicsit mellette sétálnak, kicsit húznak, mindegyik jó. Még hogyha csak részt vesztek úgy, hogy kívülről néztek és kísértek az egész menetet, az is már lelkileg örök eredményt nektek fog okozni. Végül itt fogunk megállni, kicsit arrébb átmegyünk. A Ligetbe, Város Ligetbe is ott lesz egész napos program. Finomságok lesznek, büfék lesznek, nagy színpadi program, lesznek előadások, ott lesz Sivaráma Szvámi, aki nagyon népszerű Magyarországon és Magyarországon kívül is. Ezért remélem, hogy ott találkozunk veletek, mi is ott leszünk, és lesz előadás, és tudjunk beszélgetni, hogyha valaki régóta vagy régóta nem találkoztam, vagy régóta szeretném találkozom, én is szeretnék veletek találkozni, gyertek el, érezzünk együtt jó magunkat, és lelkileg töltődjünk fel, kapjunk lelki örök eredményeket, és megszabaduljunk a rossz karmától. Hare Krishna!